Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon, reggelen, délutánon, nálunk délután van. Egész pontosan 2 óra 26 perc van, most osztottam meg a videót, amit ti most fogtok majd meglátni, és hazajöttem, ugye tegnap mondtam, hogy elmegyek dolgozni, elmegyek, megveszem az utánfutót, hogy hát tudok menni ugye ezt a csónakhoz, ezt az utánfutót, felrakjuk a tetőre, majd a csomagtetőre, és hazahozzuk. Mutatom. Itt a csónak utánfutó. Már egy kicsit arra jövök, jobban lehet látni. Mindjárt kényleg is megmutatom, ugyanis viszem magamon ezt a szemüveget. Tehát ezzel jobban meg fogok nektek tudni mutatni dolgokat majd a bevásárló, meg ahova megyünk, gondolom. Meg mielőtt elmegyünk, megmutatom, hogy hogy néz ki, milyen állapotban van. És nem tudtuk felrakni a csomagtartóra, képzeld el. Ugyanis munka után oda mentünk hárman, én, apukám, meg az öcsém. Megnéztük, felemeltük, és nehéz. Képzeld el, nehéz. Én azt hiszem, hogy nem lesz ilyen nehéz, és na minden. Az a lényeg, hogy idehozta, aki volt ez az utánfutó, idehozta, idehúzta nekünk, és adtam neki extra pénzt benzinre. Mit? Mit mondasz, Nyuszi? Szervusz! Sűz, a cipőt, tudod hol a cipőt? Gyere, megkeressük. Menjél! Fél órával ezelőtt érkezett ide, idehozta, épp, hogy csak átrángattuk itt hátul, vagy megmutatom nektek merre, ugyanis fel kellett állítani az oldalára, mert nem akart elférni. Mi? Hol a cipőd? Nincs! Na várj, gyere, megkeressük! Ott a cipőd, te! Készülődünk, felveszik a cipőnket. Amúgy elkészült már majdnem a csónak is, ugyanis azon is festettünk egy picit. Megmutatom nektek közelebbről, hogy hogy néz eddig ki, az a kék csónak ott. És még mit kell majd ugye vele csinálni. Végülis az utánfutó befért. Amit kell most vennem, az elejére egy ilyen kisebb kereket, hogy itt fel tudjon jönni. Ugyanis most, ha rá van akasztva a vonóhorogra, ugye lehet húzni az autóval, de az a kerék nincsen neki középen. A harmadik kerek, az a kis picike, az hiányzik. Egy ilyet el kell mennem és kell vennem most, vagy holnap. Nem emlék, most megnézem, mikor megyünk. De mit csinálsz? Davis felvette a cipőjét. A tévé. Várjál, jó vetted fel? Látod? Milyen ügyes voltál. Jó lábra húztad, és a hátulja, mindjárt igazítom, de amúgy most már fel tudja venni a cipőjét. Várjál, csak nem tudja megkötni, azért van neki cipőzáros, de 2 évesen még nem tudnak cipőt kötni szerintem a gyerekek. Mit? Pingvin? Lekapcsoljuk a pingvint. Na várjál! Lekapcsoljuk a pingvint, én felveszem a felsővet, megnézzük a Lucas-t, és megmutatom nektek ezt az utánfutót, hogy hogy néz ki. Elvettem ezt a videó szöveget, ahogy látjátok, úgyhogy most még mielőtt elindulunk, megtöltjük az üvegedet vízzel, rendben van? Na gyere te! Davisnek nagyon tetszik amúgy ez a szemüveg, nem tudja, hogy hol van benne a kamera szerintem. Kinyitjuk! Jó, elpuszta valaki. Hoppá! Hol a víz? Itt a víz, nézd! Új, te! Itt a víz, te! Nyuszi, mit csinálsz? Áú! Nekem jöttél azért. Amúgy azon gondolkodtam, hogy a múltkor mondtam nektek, hogy csinálok majd egy ilyen videót. Egy olyan videót, hogy hogy telik egy teljes napom, tehát reggel, amikor felébredek, egészen addig még el nem megyek aludni. Csak azt nem tudom, hogy hogyan csináljam ugye egész pontosan, ezen gondolkoztam, de most volt egy olyan ötletem, hogy mi lenne... What happened? Mi lenne, hogyha egy hetemet filmezném le, tehát egy héten keresztül reggeltől estig filmeznék, de az a baj, hogy túl hosszú lenne a videó. Tehát nem tudom, hogy hogyan kellene megvágni, vagy mit kellene valahol csinálni. Tehát ha valakinek van valami ötlete, akkor nyugodt, hogy a videó alá megírhatjátok, hogy egy hetes videó legyen, tehát egy egész hetem hétfőtől vasárnapig, reggeltől estig. És nem tudom, hogy hogy vágjam meg, tehát milyen hosszúságúra. Olyan túl hosszúra ugye nem akarom, várjál? Ja, lekapcsoljuk, várjál, túl hosszúra nem akarom, olyan túl rövidre sem, mert ugye egy egész napot nem lehet rövidre megcsinálni. Vagy inkább csináljuk belőle egy ilyen másfél órás filmet. Vagy nem tudom. Na, mit csináltunk? Úgyhogy valakinek van valami ötlete, így a videó alá nyugodtan megírhatjátok. Ugye egy picit ilyen fura hozzátok így beszélni, így nem tartom a kamerát, csak így, mint a magamba beszélnék, így össze-vissza. Na, várjál, el kell vinni a szemetet is, látod, megint rumli van. És megnézzük, hogy mit csinál a Lucas. Lucas, készen vagy? Hello, készen vagy? Bejövök a szobádba, van rajtad bugyi? Vagy alsó nadrág? Ablak, rendben van. Te, mi ez a rumli már megint? Új, behúzzuk az ablakot. Új. Nagy-nagy rumli. Mindig nagy-nagy rumli. Na, új, mit csinálsz? Nyuszi. Gyere ide, te. Nyuszi. Mit? Ja, Spider-Man. Ott.
Na gyere, menjünk, várjál! Kell a Jackie. Mi? Készen vagy? Na akkor gyere, megnézzük azt az utánfutót. Okay, várjál. Megmutatom a szemüvegemet, ugye, és képzeld el, lefestettem a szemüvegemet. Látod? Ilyen szép, ha motorcsónak színre. Itt csak azt a két szárát, a belsét azt, nem? Eddig ugye piros volt, Mazda piros. Megyünk, látod? Jól néz ki? Szerintem jó sikerült, olyan szép élénk színe van neki. Megyünk, 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 gyere ide! Sunny, okay, where's your Sunny? Na, menjünk! Most nem játszunk, nem PlayStation. Papa, papa az nincs itt. Látod, kiraktam ide ezt a nagy motort, ugyanis holnap lakjan értem, erre eladtam. Olyan nehéz, te ketten addig bírtuk kicipelni. Várjál, elmegyek hátra. Itt körbe megyünk. Rendben van, Davis. És megmutatom nektek ezt az utánfutót. Ja, majd mindjárt. Megint le kell vágni a füvet valószínű. Ugyanis kezd hosszú lenni. Biciklivel most nem jövünk ide ki, majd legközelebb. Tehát itt biciklizett körbe-körbe, és ezen ugratott lefele. Ott arról. Ugye? Nyuszi, te! Jajjajjajj! Ja! Na nézzük meg! Látod, milyen szép színe van a csónaknak? Oda nézzél! Még egy pár dolog ki kell majd javítani rajta, és készen van a festészete. Ja! Nincs benne még ülés! Ja! Na ilyen szép, szerintem szép kék szín lesz. Rodlára még megy egy ilyen fekete valami, az a védő. Fehér lesz így az eleje. Ja. Ja, szépen néz ki. Na gyere. Menjünk. Gyere. Gyere, gyere. Na, itt az utánfutó. Egy kicsit rozsdásodt a közepe. Azt meg kell csinálni majd valószínű. Ja. Meg ezt a három dolgot ki kell rajta cserélni, látod? Ezt a gumit. Ja, ne rángassad te. Ki van kötve. Na, ide kell vennünk egy ilyen valamit, ilyen kereket, ami ebbe bele tud menni, látod? Ilyen, remélem jó méretűt fogunk venni. Ide. Na, ide. Ide. Na, mehetünk? Oda nem megyünk be. Megyünk vissza az autóba, jó? Megyünk vissza, aztán megyünk. Nézzünk kereket, vagy nézzünk neked valami gatyát. Valószínű. Lucas, nézd, emlékszel még a Teletubbira? Ja. Nem dolgozik te, miért nem működik? Valamit kéne csinálni. Ez melyik Lion King, nem? Lion Guard. Abból a meséből való. Ó, mennyi figura te. Ja, a Teletubbira. Ja, de nem szerettem azt a mesét, te. Én rettentél, nem szerettem. Mit találtál, zenebonát? Mit találtál, Lucas? Sok figurát. Én tudom, mit találtam? Egy ilyen régi kinézetű rádiót, te. Ez ilyen új rádió, amúgy csak ilyen réginek néz ki. Ez semmi más nem, $40, de semmi más nem tud, csak rádió. Te ez mindjárt szét akar esni. Mi? Ne oda nézz, itt lehetne pörgetni. Mit talál? Elmo. Gyönyörű. Aj, te. Na, megyünk tovább. Mit akarsz olyan nézni? Na, hol vagyunk? Könyvesrész. Hol? Könyveket megnéztük, akkor menjünk a játékra. Nézd, ott a Cars 3 menjünk. Most mindenhol lesz reklámozzák. Lucas! Nézd, itt egy stílusfűrész. Texasi, te! Hogy itt milyen rendetlenség van, minden gyerek rendetlenül hagy mindent. Egyszerűen játszottam ezzel, és egyszerűen csak vártam itt, és csikás. Ez olyan, mint a texasi láncfű részes. De azt a filmet még nem nézheted meg. Texas Chainsaw Massacre 9. Ja, majd ha 18 leszel, akkor megnézheted. Maradjál, ne győzkedjél. De hogy mit lehet ezzel a játszani gyerekeknek? Komolyan, mit csinálod? Ez nem vár semmi sem. Ne butáskodjál, ne oda tedd vissza legalább, mindenki széthagy. Én tudom. Mi? Az valami DVD. Gyere, nézzük meg a túloldalt. Hát megtaláljuk a mamit meg a Davis-t. Mit keresel? Mit keresel? Én nem tudom, de én csak annyit szeretem a Marvel Legends. Ez figurát, mint én. Ja, én ezt tudom. Ezen egy nagyon szépes, mert ez egy filmet. Legyet, vagy egy...
Gyere, menjünk tovább. Keressük meg őket, mert el kell menni nézni kereket. Itt nincs. Itt nincs. Jössz. Itt sincs. Itt sincs. Bicikli az van. Megy sehova se, te! Hallod? Ez benne van, látod, a doboz és a kerék az nem fordul neki. Majd a születésnapodra talán kapsz egy autót. Ennél jobbat. Hm? Mit szólsz hozzá? Aj, te! Várjál! Várj! Na, megnézzük ezeket az órákat, még várunk a feleségemre. Ugyanis elment fizetni a nadrágot, ja, de ülnek abba az autóba, most nem tudsz te oda beleszállni, látod? Na, melyikek a szép órák? Hm? Van sok szép, csak az a baj, hogy a legtöbb az rettentő drága, legalábbis ebben a sorban. Hol van az én órám, a Casio? Ott, nézd! Ennek is drágábbak. A Casio! Ja. Ne áraszták? Nem áraszták le az enyémet. Azt a kéket néztem a legszélén. Aztán van az a fekete-fekete. Na, gyere, menjünk. Mami! Mami bement ide a boltba, hogyha megvárjuk. Ami itt a zöldséges, lehet, hogy oda is be kell menni. Itt egy autó, amit meg lehet nyerni. Szép nagy Mazdát. Szép nagy kerékkel. Ja, szép kár. Szép autó, ugye? Szép nagy. Vók. Na, sétáljunk. Azt hiszem, hogy jön a mami. Én úgy láttam, nem? Lukasz, jön a mami, vagy nem? Ott, valahol. Ja, ott áll sorba. Sétálunk. Vettünk azt hiszem mindent, legalábbis nagyon remélem. Ja, ott a Fox te. Úgyhogy most nem máshol megyünk, de mi megnézzük azt a kereket. Hát, ha találunk. Jó? Nézd, mennyi maci van ott. Meg cukorka, meg mindenféle fajta dolog. Itt van az Easy Games, sok-sok játékkal, ahova most nem hiszem, hogy bemegyünk. Jaj, nem látok te! Jaj, itt a Superman, na nézzük meg ezeket a Supermaneket. Ott a Superman, ja. Ja, Batman, sok-sok más ember. Mit mondasz? Mit láttad, Holikus? Mit? Jövök. Az micsoda, Groot. Nagyon szép. Hók, ja, ott fönt a polc tetején, ott a hók. Ez meg kicsoda. Lukasz, ez kicsoda, elfelejtettem el. Ja, a Harley Quinn. Gyönyörű. Látod? Ez nem a mami, te. Mami nem így néz ki. Oda nézd, mennyi ilyen figura van. Te. Megyünk, merre megyünk? Mit? Mit keresel? Nem is tudjuk, mit keresünk, hogy nézelődünk. Na, kinézted magad, akkor mehetünk tovább. Végeztünk viszonylag az autóhoz, aztán elmegyünk és megnézzük azt a kereket, ha lesz időnk, jó? Az utánfutóhoz. Szóval nem, akkor majd holnap, ugyanis be kell menni még aztán tankolni. Úgy de süt a nap. Úgy de süt a nap. Mit csinálsz te? Hol az autó? Hol? Ez nem a mi autónk, mi nem itt állunk meg. Tudod, hogy mi jó messze állunk meg mindig mindentől. Ott a leges-leges legvégén álltunk meg. Jó? Besötétedett, hazaérkeztünk, vettem kereket, képzeld el, az első ilyen nem találtam, ott egy légy, nézd, oda belement. Na minden, ma később lecsapom. Az első ilyen nem találtam, a második ilyen találtam, úgyhogy vettem, hogy milyen, nem tudom, bármit tudom, hogy milyen, de hogy jó lesz-e, vagy nem, nem tudom. Meg kell nézni, majd valószínű, hogy holnap, ugyanis majd jön át apukám, ugyanis folytatjuk ugye a csónakot tovább, és rárakjuk ezt a kereket. Oda az elejére, hogyha rámegy, ugyanis így rá kell csatolni, meg csavarozni, meg... Na minden, majd kiderül. Remélem, hogy jó lesz, hogyha nem, akkor megint visszaviszem. Magukról is valamit visszavittem, nem? Mit vittem vissza? Valamit tudom, hogy visszavittem. Nem is egyszer, kétszer is. Mármint kettő különböző dolgot, különböző alkalommal. Na minden, úgyhogy, mi most meg fogunk vacsorázni, ugyanis a Davis kezd éhes lenni, én azt hiszem. Kezdesz éhes lenni? Hm? Hello, mit nézzünk megint? Megint ezt nézzük, látod? Ezt a pingvint nézzük. Úgyhogy ezt a mai videót itt most mi befejezzük. Hm? Mit szólsz hozzá? Nem látsz a kamerától. Na, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézzük, ahogy szoktam mondani. Sziasztok! Sziasztok! Ha?
most nem mondja, hogy szevasz. Általában mindig azt mondja, hogy szevasz, de most annyira elfoglalta ez a mese, hogy csak nézi. Na minden, sziasztok!